Na tehát, üdvözlök mindenkit, akit már üdvözöltem az elmúlt napokban nem tudom hányszor, azt nem tudom hány plusz egy egyszer is üdvözlök, ezt ugye fel kell tennem. Üdvözlök! Jaj. Remélem, az összes online hallgató most süketült meg. Ahogy a fejébe szétrobbant a hang. Ja, hogy? Jaj, ezek nagyon... Igen. Nem akarom széttörni. Biztos? Ha, hogy azt fantasztikus, fantasztikus. Na tehát, üdvözlök mindenkit N plusz egy egyszer is, ahol N legalább egy, nem nulla. Fény, az ugye le. Akivel még nem találkoztam, annak mondom, Kis László vagyok, a Sydney Egyetem munkatársa, akivel találkoztam már, és tudja, ki vagyok, annak szia. Hatra volt bejelentve mai előadás. Hát majd így csinálom, hogy én nem szeretek ideállni, csak azért. Tehát hatra volt bejelentve az előadásom, és elnézést kell kérnem a késésért, de egy rég nem látott baráttal, akivel évente egyszer tudok csak találkozni, most tudtam megszervezni 45 percnyi összefutást. Tehát ez egy igen rövid dolog volt. Na tehát, előadásom címe Csillagokkal a Föld körül. Amikor ezt a címet kitaláltam, szerintem 2,5 hónappal ezelőtt, akkor az járt a fejembe, hogy amikor idején be fogok esni, tehát ugye magyarul nincsen ige idő, mint ugye angol, I was going to beesni. Tehát amikor tudtam, hogy ide be fogok majd egyszer esni, akkor tudtam azt, vagyis amikor tudtam, hogy majd egyszer be fog esni, akkor azt is tudtam, hogy éppen egy világkörüli úton leszek. Sydney, Egyesült Államok, ugye Boston, Budapest, majd vissza Sydneybe most vasárnap. És azt gondoltam, hogy majd erről fogok beszélni. Ezért lett ez az eléggé ostobácska cím a kettős pontig, Csillagokkal a Föld körül. De aztán most szombaton volt egy változós találkozó, látsz egyébként? Igen. Jó, majd ide igyekszem eljönni. Most szombaton volt egy változós találkozó ugyanitt ezen a helyszínen, ahol már elmeséltem, hogy mi a fenét csináltam az Egyesült Államokba. Úgyhogy kiesett a téma. Úgyhogy ami miatt aztán kiegészítettem a címet egy alcímmel, naptípusú csillagrezgések a földfelszínről és az űrből. A kettő dolog nem teljesen független egymástól. Naptípusú csillagrezgések majd hamarosan kiderülnek, hogy milyenek ezek. Nek a megfigyelése az egy olyan koordinált megfigyelési kampányokat igénylő dolog, ahol távcsövek vannak szétszórva a világ különböző részein. Tehát mondhatnánk azt, hogy ahogy a Föld forog, úgy egyik hely elkezdi mérni az adott csillagot, és aztán a következők folytatják, így aztán egy darab csillaggal körbe megy a Föld körül a mérés szelleme. Ugye ez a Föld felszíni csillagokkal a Föld körül. Az űrből az ugye perdef lehet Föld körül, hát az összes űrbéli eszköz kering a Föld körül. Valójában, ugye a legtöbb, amit fogok mondani, vagy mutatni, az Angol-Ausztrál Obszervatórium, az Ausztráliában, a Siding Springi Obszervatóriumban található Angol-Ausztrál teleszkóppal végzett méréseken alapuló program eredményei kíván lenni. De mivel ugye említettem, hogy ezek még földfelszíni mérések esetén is több távcsövet igényelnek a Föld különböző helyszínein, ezért aztán nem kizárólag a 3,9 méteres angol-ausztrál teleszkóppal végzett mérések eredményeiről fogok beszélni. A nagy kollaborációk óhatatlanul magukkal vonják, hogy sokan vesznek részt egy-egy kutatási tervben, egy-egy kutatási programban, ezért ez a sok név itt a felsoroláson nem véletlenül szerepel itt. Ausztráliából a vezér ürű, akit bégető birkákként követünk az asztromezőkön, Tim Bedding, a Sydney Egyetem associate professzora, az most nem tudom magyarul, hogy minek felel meg, talán a docensnek felel meg.
Ugye jó magam követem mögötte ott Bégetek, majd Denis Tello következik, dán származású doktori ösztöndíjas, Derekas Alíz magyar származású doktori ösztöndíjas mellesleg dr. Kis Lászlóné, Velló Tabú amatőr csillagász, aki szintén egy elő nem esedett egy diákká, Dániából, ahol nem csak Mohamedet tudnak karikírozni, hanem csillagászatot is művelnek, ugyanúgy Aarhusból egyébként, ugye Aarhus Egyetem, Hans Kelsen, Tim Bedding nagy barátja. Egyesült Államokból Paul Butler és Geoff Marcy, ugye az exobolygós híreket követők, e két nevet mindenféleképpen ismerik. Ide egy ilyen kis kezet rázó ördög és pokol jelet lehetne betenni, mert itt éppen ezek rendkívül erős konkurenciák. François Bushy, a Genfi Obszervatórium munkatársa. Christine, szintén ők fölülről támadják, ő meg alulról támadja a kis integető ördög és pokol jellel, az Angol-Ausztrál Obszervatórium munkatársa. Tehát ez egy nagy csoport, nagy kutató csoport, tehát amiket fogok mutatni eredményeket, azok egyik sem az én saját eredményem. Én csak úgy egy ilyen kis kibicként úgy beültem néha távcsőhöz és mértem. És megpróbálom elmagyarázni. Ugye rezgések, ugye csillagok rezgése. Ki lehet mondani azt, hogy minden csillag rezeg a saját frekvencián, aztán attól függően, hogy milyen a csillag sűrűsége, annak a rezgésnek a frekvenciája, ugye a periódus reciproka, az nagyon széles tartományon változhat. Ugye vörös óriásoktól, ugye ki lehet találni a következő fólián, majd az lesz, hogy fehér törpékig, ugye a pulzáció, a rezgés, csillagrezgések frekvenci, vagy csillagrezgések periódusai a néhány száz naptól a néhány tíz másodpercig terjedhetnek. Az előző ábrán, ahol most nem tudok visszamenni a jobb gombbal, a PowerPoint barátságos beállításai folytán, egy száz éven átívelő fény görbe volt látható, itt pedig nem száz év, hanem 20 000 másodperc, azaz nagyjából 5,7 óra megfigyelései láthatók, függőleges tengelyen fényesség, vízszintes tengelyen az idő másodpercekben, és jól lehet látni egy ilyen fluktuációt, ami a csillag rezgéseinek periódikus kitágulás, összehúzódás, kitágulás, összehúzódás, és vagy felületi hullámok végig futása folytán jönnek létre. Most ugye ezek a rezgések, mint említettem, gyakorlatilag minden csillagban föllépnek. Klasszikus, minden csillagról szóló előadásban valahol elsüti az előadó a Hirschsprung-Russell diagramot. Most én itt sütném el, ha már ilyen jó meleg van bent. Ugye fősorozaton vannak a hidrogén, magjukban hidrogént égető csillagok, ugye napunk valahol itt van körül, itt van középen, erre vannak a hideg csillagok, erre vannak a meleg, a forró csillagok, itt vannak a nagy fénykibocsátású, itt vannak a kis fénykibocsátású csillagok, vörös óriások a jobb felső sarokban, fehér törpék a bal alsó sarokban. Különböző csillagok másképpen rezegnek, de ezek a rezgésekben az a közös, hogy a csillag belső szerkezetéről árulnak el valamit. A naptípusú csillagrezgések, melyeket még mindig nem definiálnék, a naptípusú csillagokban gerjesztődnek. Hát ez nem egy nagy meglepetés. Tehát ha ugye azt mondom, hogy Magyarországon magyarok laknak, körülbelül ilyen szintű a meglepetés. Ugye a nap az valahol itt van a kép közepén, és a naptípusú csillagok rezgései, amiket már sikerült kimutatni, azok mind valahol ebben a picény tartományban a mondjuk 5000 és 7000 Kelvin felszíni hőmérsékletű, és mondjuk 1 és 3-4, vagy 0-7 és 3-4 nap luminozitású fényteljesítményű csillagok között voltak kimutathatók. De mire jó a csillagok rezgése? Hát sok mindenre. Például olyan embereknek, olyan hát léha embereknek a megélhetését biztosítani, mint nekem. Tehát ugye csillagok rezgéseiből élek most már jó pár éve, de ettől azért fontosabb, legalábbis a nagy tudomány szempontjából, hogy a rezgések tanulmányozásával ugye a pulzáció fizikáját próbáljuk valamilyen módon megfogni. Ugye a csillagászat, ami ugye valamilyen szintén asztrofizikának is nevezhető, nem szeretem a két dolog szembeállítását, mégiscsak a fizikának egy valamiféle része, és tehát a csillagászati vizsgálatok, ha nem fizikai problémák megoldása felé irányulnak, akkor nem jó kutatások. Ez az én
szakmai hitvallásom. Tehát például mondjuk a csillagok rezgéseiből a gerjesztési és csillapítási mechanizmusokat. Miért rezeg a csillag, vagy miért nem rezeg egy csillag? Ennek a megértése válik lehetővé. Hasonló fontosságú, sőt valamilyen szempontból fontosabb, hogy a rezgések modellezés megfigyeléséből, majd modellezéséből a csillagok legfontosabb tulajdonságai jelesül sűrűség, tömeg, kor, belső forgás, a belső szerkezetben különböző alkotó részeknek a mérete és felépítése mind-mind meghatározható. Illetve, ugye, ami megint csak ugye a fizikát hangsúlyozza ki, hogy ténylegesen ezek a rezgések és a rávonatkozó elméletek tesztelik az anyag fizikáját olyan szélsőséges körülmények közepette, melyek a földi laboratóriumban nem vizsgálhatók, vagy maximum egy ezred másodpercig, ami után elpárolog az a laboratórium. Tehát ténylegesen olyan körülmények mondjuk egy csillag magjában a több millió fokos hőmérséklet, hogy előállítható a Földön egy hidrogénbomba robbanásával, de nem szeretném például, ha piszkéstető fölött így tanulmányoznánk a csillagok rezgéseit. Nem sokáig tartana ugyanis. Tehát például ugye opacitás, ugye az energiaterjedést megfogó paraméterek a csillag belsőben, egy nagyon fontos tesztet kaptak a csillagrezgésektől, és egy elmúlt pár évben egy nagy visszhangot kiváltó alapfizika eredmény volt, hogy a rezgések által jósolt belső, vagy rezgések által meghatározott paraméterek a napunk belsejére, a naprezgéseinek elemzésére kapott központi hőmérséklet, és a napneutrinó probléma, nem is akarok erre kitérni, csak úgy volt ugye megoldható, hogyha föltételeztük, hogy maguk a neutrinók ugye képesek, a különböző fajta neutrinók képesek átalakulni egymásban. Hogyan mérhetjük meg? Következő kérdés. Ugye mire jó? Remélem sikerült legalább egy picikét ebbe a sötét szobába bevilágítanom, hogy miért jó a rezgés. Hogyan mérhetjük meg egy csillag rezgését? Két alapvető van, ugye mondjuk szombaton, a szombati változós találkozón csak az első pontról volt szó. A fényesség változik. Ugye amikor egy csillag kitágul, összehúzódik, akkor egyrészt változik a mérete, a sugara, illetve változik a felszíni hőmérséklete. Mind a kettő arra vezet, hogy a fényesség, a kisugárzott látszólagos összfényesség, az megváltozik. Ugye ennek a kimérésével kapjuk a meteorban is sokat látható fénygörbéket, amelyek analíziséből mindenféle okos dolgokat lehet mondani. Szombaton erről volt szó. Most ne essék erről szó egyáltalán. Másik dolog, amit meg lehet mérni, az a sebesség. Sebességváltozás. Amikor egy csillag rezeg, tulajdonképpen ez az, ami igazából igazolja, hogy rezgésről van szó, hiszen a csillag felülete miközben rezeg, változtatja a sebességét. És ezt direktbe a Doppler effektuson keresztül ki lehet mérni. Példaképpen mondjuk a nap sebesség görbéje, a BISON, Birmingham Solar Oscillations Network megfigyelő hálózat mérései alapján látható itt, ez összesen 8 órányi mérés, ugye a 5 perces oszcillációk láthatók a legerősebben, de ugye lehet látni, hogy ezek nem olyan szép szabályos színuszos oszcillációk, mint egy megütött harang rezgései, vagy egy megfújt síp levegő oszlopának rezgései, de azért mégiscsak, hogy ezek a kis hullámok szép szabályosan, időben legalábbis, viszonylag szabályosan követik egymást. Ugye folytonos mérés egy helyről, vagy nagyon kevés helyről lehet a Földön folyamatosan méréseket végezni. Ugye a nagy fehér reggel fölkel, és aztán este lenyugszik. Tehát pusztán innen a bekövetkező geonapfogyatkozás, tehát ugye a Föld általi napeltakarás, az megszaggatja mondjuk a nap mérési lehetőségeit. Ugye ugyanez a csillagokra is igaz, mert amikor a nagy fehér reggel följön, akkor a csillagok mérését be kell szüntetni a fényességi háttér miatt. Tehát ahhoz, hogy folyamatos méréseket lehessen például mondjuk 15 éven keresztül fölvenni, az még igazából az északi vagy a déli sark környéke sem jó, mert ott mondjuk fél év, de aztán jön fél év szünet. Úgyhogy ténylegesen muszáj világkörüli hálózatot képíteni, és mondjuk ez a nap megfigyelő műszer hálózat, ugye Birmingham, ezt itt igazából nem tudom elolvasni, ez valami egzotikus afrikai név, Sutherland, Las Campanas, Mount Wilson, Narrabri és
Nyugat-Ausztráliába. Valami Izona. Igazából nem vagyok része ennek a hálózatnak, tehát nem tudom. Valami hálózati szemét kéne megkérdezni. És ezek ugye, amelyek, mondjuk például ez a hálózat egész konkrétan már több mint egy naptevékenységi ciklus, tehát több mint 11 éve méri a napot folyamatosan. Valahol mindig derült, ugye ezek a közel azonos hosszúságokon azért van több, hogy legalább egyik helyen mindig derült legyen, és ezek ugye sebességeket mérnek, ugye a napra. Ugye hogyan észlelhetjük ezeket a parányi rezgéseket, különösképpen nem csak a napra, hanem úgy általában más csillagokra is. Ahhoz, hogy ezeket a parányi rezgéseket nem mutattam meg, de valójában ugye néhány méter per szekundum, 1-2 méter per szekundum sebességű rezgések vannak mondjuk a napban, a nap felszínén, ehhez nagyon pontosan kell mérni. Pusztán csak a naprezgései miatt más csillagok ilyen típusú rezgéseit, még mindig nem definiáltam, de majd fogom hamarosan, kimutatni, hát nem igazán biztos, hogy csak ezért kifejlesztettek volna egy műszer, mondjuk olyan pontos műszereket. 1995-ben jelentették be azt a felfedezést, ami végül is ténylegesen elvezetett a más csillagok napszerű rezgéseinek felfedezéséhez, az első exobolygó. Ugye az exobolygók, más csillagok körüli bolygók kimutatásának mind a mai napig legsikeresebb technikája, a csillagok sebességmérése, nagyon precíz sebességmérése. Ugye itt lehet látni, ez a 47 Ursae Majoris és bolygójának a hatása. Ugye miközben a csillag körül kering a bolygó, a csillag maga is kering ugye a közös tömegközéppont körül, és ennek a sebessége mondjuk a néhány tíz, esetleg néhány méter per szekundum nagyságrendbe esik. És ugye ennek a kimérése egy rendkívül precíz feladat, kicsit később majd számokkal is illusztrálom, hogy mennyire micsoda precizitást igényel a dolog. És az exobolygók utáni érdeklődés volt az, ami miatt idejött, hogy kell egy csapat, ugye egy csapat bolygóra volt szükség ahhoz, hogy az asztrofizikusok, a stelláris asztrofizikusok kinyithassák a naptípusú rezgések ajtaját. Hogy működik az egész? Ez itt mondjuk a napnak a spektruma, ultraibolyától az infravörösig rendkívül nagy felbontással. Ugye a csillagok színképében, ugye a csillagok spektrumában éles és kevésbé éles elnyelési vonalak láthatók, ugye ezek a színkép vonalak. Ezeknek a színkép vonalaknak a megjelenése, hogy milyen vonalak jelennek meg elsődlegesen a csillag felszíni hőmérsékletének függvénye, nem csak és kizárólag a kémiai összetételnek, sőt elsősorban nem a kémiai összetételnek, hanem a hőmérsékletnek, legalábbis valamilyen szintig. És ezeknek a színkép vonalaknak a hullámhossza, tehát milyen színnél jelentkeznek, ugye minden egyes vonalra adott és ismert. Ugye a Doppler effektus felén közeledik a mentőautó, és halljuk, ahogy magasról mélyre vált a hangja. Ugye a Doppler effektus a megfigyelőhöz képest mozgó hullámforrás által kisugárzott hullámok, hullámhosszának megváltozása, az itt is működik. Ha a csillag mozog, akkor ezek a színkép vonalak, ha a csillag mozog, mondjuk periódikusan közeledik és távolodik, akkor ezek a színkép vonalak periódikusan eltolódnak. Amikor a csillag távolodik, akkor minden egyes vonal a vörös felé egy picikét elmoccan. Amikor aztán a csillag ismét közeledik felénk, akkor picikét bal felé, ugye itt, vagy picikét a kék felé, itt ebben az esetben jobbra, eltolódnak ezek a spektrumvonalak. Tehát ezeknek a pici eltolódásoknak a kimérése szükséges az exobolygók felfedezéséhez, és a csillagok felületén haladó hullámok, vagy a csillagok nagyon parányi rezgéseinek a kimérése. Ez ugye ugyanaz a hatás. Mozog a felszíne, mozog a csillagnak látszó felszíne, és akkor ennek a periódikus, vagy nem pontosan periódikus eltolódásnak a kimérése szükséges ahhoz, hogy ezt egyáltalán megtehessük. A technikáról csak ezt az egy ábra erejéig, vagy a technikáról ennek az egy ábra erejéig beszélnék, hogy a legsikeresebb technika
az egy jód cellát igényel. Most nagyon csúnyákat mondok, és nagyon gyűlölöm, hogy nem tudok visszamenni. Szerintem backspace-szel vissza lehet menni. Page up. Page up. Ez az. De nem én ezt én, de kiszedem, mint a... Ha szétesik a rendszer, akkor én vagyok a hibás. Köszönöm. Na most ugye, akkor csak vissza tudok menni, a fene egye meg. Na itt lehet látni. Sebesség, itt a nulla, itt a 2 méter per szekundum. Az ennyi. Ez itt 2 méter per szekundum. És ennyivel mozog egy csillag légköre, ez kimérhető. Mi ennek az egésznek a trükkje? Ugye az a trükkje, hogy itt van ez a fránya spektrum. Ugye, ami a pontosságnak a kulcs szerepet játszó eleme az az, hogy ezeknek a elnyelési vonalaknak a hullám hosszát nagyon pontosan ki kell tudni mérni. És ugye amikor az ember spektroszkópiát csinál, akkor mondjuk egy ilyen színképet fölvesz egy CCD kamerával, akkor az úgy néz ki, mint itt ezen a képen, csak nem színes. De ez ugye lényegtelen. Na most ugye a CCD képen, ugye mondjuk itt ilyen pixel koordináták vannak. Ugye van egy CCD kameránk, akkor ott mit tudom, a bal szélén van a 0 pixel, a jobb szélén van mondjuk az 1024. pixel. Tehát magyarul itt a képen, ugye Isten nem írja rá oda a kis vonalkára, hogy ez itt a 6562,867 angströmös vonal. Nekünk valahogy ezeket a pixel koordinátákat a képen belül, hogy hol van, ezt át kell tudnunk váltani hullámhosszra. Na és itt van a kutya elásva, itt van az eb elhantolva, itt köhög ránk a beteg ördög. Tehát mindenféle probléma itt van, mert ugye ez a hullámhoz kalibrációnak nevezett mondjuk lépés, ez normáliséknál, tehát a hagyományos spektroszkópiában úgy történik, hogy van egy spektrál lámpánk. Az egy lámpa, fény bocsát ki, mint ez a hülye kivetítő itt. Csak éppen annak a spektrumában ilyen nagyon éles emissziós vonalak vannak. Felveszünk egy olyan képet, ahol egy spektrál lámpa színképét látjuk. Kikapcsoljuk a spektrál lámpát, bekapcsoljuk a csillagot, felveszünk a csillag spektrumát, kikapcsoljuk a csillagot, bekapcsoljuk megint ezt az ostoba lámpát, megint felveszünk egy spektrál lámpa képet, és mind a kettő, a csillag színkép előtt és utáni megadja az átváltást. Ugye annak tudjuk, hogy hol vannak a hullámhosszai, stabil, ugye spektrál lámpa az azért spektrál lámpa, hogy tudjuk, hogy hol van, és akkor ki lehet számítani azt, hogy mondjuk milyen pixel, x, mondjuk x koordináta, az milyen hullámhoz tartozott. És akkor ugye ezt aztán rátesszük, ezt az átváltást rátesszük a csillag színképére is. Na most hát ugye gyermekeim az Úrban, mondta régen az én analízis tanárom az egyetemen, hát kimondta azt, hogy ez a pixel koordinátáról, tehát képen belüli koordinátáról hullámhosszra váltás, ez időben stabil. Hát ezt senki nem mondta, ezt én sem mondtam, és ezt nem is mondja senki, mert nem stabil. Miközben fölvesszük mondjuk egy spektrálámpát, kikapcsoljuk a spektrálámpát, bekapcsoljuk a csillagot, közben a távcső követi az égbolt elfordulását, közben elment egy nagy teherautó a kupola mellett, közben 8 kenguru körbe ugrálta a távcsövet. Közben leejtettem egy kávésbögrét. Mit tudom én? Tehát valami történik, valami mechanikai dolog történik. Egy picikét, egy hangyának, egy nagyon pici kis szervének, egy pici kis részécskényit elmozdul mondjuk egy tükör, elmozdul egy rács, elmozdul egy szűrő, elmozdul akármi, tök mindegy, bármi. Még egy példát mondok, ami egy tipikus, mondjuk köhint a teleszkóp operátor, aminek következtében 1000 Kelvinnel emelkedik a spektrográf hőmérséklete. És akkor mindenki tágul egy picikét, és akkor minden más lesz. Ezért van az, hogy hagyományos spektroszkópiával ezt a méter per szekundumos pontosságot nem lehet elérni. Nem lehetett. Ragozhatnám még, de az mindannyian azt jelenti, hogy nem lehet. A trükk az egészben az volt, felejtsük el ezt az ostoba spektrállámpa dolgot, egy időben kalibráljuk a hullámhosszat a csillag színképének fölvételével. Most hogy a fenében lehet ezt megcsinálni? Tehát, hogy egyszerre, miközben készítjük a csillag színképét,
akkor tud nyerjünk információt a hullámhoz és pixel koordináta közötti átváltásról. Erre való, na végre kinyögtem. Erre való ez a küvetta, szép magyar szóval, ugye ez egy küvetta. Optikai üvegből áll ez az oldala is, meg ez az oldala is. A fény ezen keresztül megy. Tegyük be ezt a küvettát a távcső fényútjába. És, ez még, hát betesszük, jó, hát én beteszek bármit, bárhova, de attól még, hogy berakjuk a küvettát a fényútba, attól még nem lesz semmi. Töltsük meg ezt a küvettát 60 fok Celsius hőmérsékletű jódgázzal. Ugye a jódgáz az egyrészt nem annyira mérgező, mint a fluorgáz. Ez ugye azért érdekes, mert először fluorral kísérleteztek, de aztán összetört egy, és akkor majdnem meghalt valaki, és akkor rájöttek, hogy ez nem az igazi. Tehát ugye fluor mérgezésben hulló csillagászra senki nem vágy. Most a jód az viszont nem annyira mérgező, és ami nagyon fontos, az optikai tartományban, tehát ezen a tartomány, egész pontosan meg tudom mondani, ez itt a nátrium D, ez itt a alfa. Hát mondjuk valahol innentől idáig, ezen a tartományon több ezer, sőt, megkockáztatom, több tízezer nagyon éles, nagyon keskeny, nagyon pontosan ismert hullámhosszú vonala van, elnyelési vonala. Tehát ha berakjuk azt az ostoba eszköznek látszó, ám rendkívül zseniális küvettát, benne jóddal, ez mondjuk egy ekkora eszköz, tehát ez itt egy normál méretű Bodes Atlas van den Sternenhemmel, ez egy normális, tehát ez egy ilyen ekkora eszköz, akkor a csillag színképekben meg fognak jelenni, tehát ebben a színképben meg fog jelenni sok ezer kis gyönge halvány, de mégiscsak ott levő plusz elnyelési vonal, ami a jódhoz tartozik. Nem a csillaghoz, nem a légkörhöz, nem a teleszkóp operátor tüsszentéséhez, hanem a jódhoz, és ez nagyon stabil. Ugye a jódnak vannak ilyen tulajdonság, ami nagyon jó tulajdonság, hogy nagyon sok vonala van, ezek nagyon élesek és nagyon stabilak. A hőmérséklettől nem nagyon függenek, és semmi másra nem nagyon függenek. Tehát egy atomfizikai tulajdonsága a jód molekulának, ugye I2. És ezt a jód cellának a spektrumát, egyszer kimérte valaki, rendkívül nagy, egymilliós fölbontással, aki tanult spektroszkópiát, az tudja, hogy ez egy iszonyatos nagy fölbontás, és akkor lehet tudni pontosan az ő hullámhosszait, és lehetett mechanikus módosulás, lehetett anyám kínja a mérés közben, a jód cellás mérés garantálja azt, hogy a hullámhossz kalibráció az mindig pontos lesz. És ténylegesen ezzel el lehetett érni, sőt át lehetett törni a méter per szekundumos pontosság. Nem nehezen szakadok el ettől a fóliától, mert annyira jó. Tehát ez olyan, mintha egy vonalzót rátennél. Pontosan, mintha egy vonalzó mindig rajta lenne a spektrum, tehát mintha egy kis pici vonalzócska jel, ami mondjuk angströmben mutatja a hosszúságot, ott lenne minden egyes képen. Igen, ez az. Tehát ezt tényleg 80-as évek végén találták ki, 95-90-es évek elején csinálták meg, és azóta mindenki ezt használja, a néhány helyen a világon, ahol ezt megcsinálták. Amúgy, tehát semmi, tehát egy üveg, üvegdobozt a hajamból, vagy mi az, üveg királyságot, egy lovért, mindegy. Szóval egy kis semmi üveg küvette az egész. És mit akartam itt mondani? Ja, igen, a méter per szekundum. Ugye az ember azt mondja méter per szekundum. Mert ugye az mondjuk ennyi, egy ilyen sebességgel, ha mozog a csillag légkör, akkor azt meg lehet mérni. Most hozzátartozik ahhoz, csak egy ténylegesen egy szám, nem szeretem igazán a számokat, majdnem hazudtam. Tehát ugye egy számmal, hogy illusztráljam, mondjuk ez itt egy CCD kép. Tudjuk fel, hogy ez itt egy CCD kép. Aki már használt CCD-t, tudja, miről beszélek, aki nem, attól bocsánatot kérek, hogy értelmetlenül sokat locsogok. Na most a méter per szekundum a tipikusan használt műszerekben, ugye, az egy Doppler eltolódás, ugye sebesség átalakítható hullámhossz eltolódásá. A hullámhossz eltolódás ezzel a képen például egy picike odébb löttyenés, ugye a színképvonalban. Mekkora az az 1 méter per szekundumos odébb löttyenés? Első hasonlat, ezek a vonalak, amik itt ebben a színképben ezekben a színképekben látod, mondjuk ezek az éles kis vékony vonalak, ezek jellemzően legalább 2-3
kilométer per szekundum szélesek. Tehát ugye az ő szélességük átalakítható sebességé, 2-3 ezer méter per szekund. Tehát egy ilyen színkép vonalnak a néhány ezred részényi odébb löttyenés kimérhető. Tehát azt az ember észre se venné. De egy még bombasztikusabb legyek, lehet hívni a fókusz forgatócsoportját. Ugye, ha ez egy CCD kamerával készült kép, ugye a CCD kamerának a chipje a szilíciumból van. Ugye, mint a Sahara, csak speciális elrendezésben. Na most a méter per szekundumos eltolódás, a tipikusan használt műszerek, tipikusan használt CCD kameráiban egy szilícium atom méretének megfelelő eltolódás. Tehát iszonyatosan picike. Tehát ezt akartam csak mondani, csak ha én azt mondom itten hisztériába lovalva magamat, hogy iszonyatosan picike, az semmit nem jelent. De még az, hogy a CCD kamerán egy szilícium atomnyi, az már esetleg úgy fölfogható, hogy igen, ez csú, de hú, de milyen picike. És mindez, ez az egyszerű eszköz, a jócellás küvetta eredménye. Ez például egy friss mérés tavaly szeptemberben, ezt most éppen nem én végeztem, hál' Istennek, akkor aludtam. A nap rezgései, a nappali ég alapján, ugye itt lehet látni, ez itt a 2 méter, plusz-minusz 2 méter per szekundum, és itt ugye ez itt óra, itt van egy tizedes pont, tehát 4,32, 4,42, ez itt az lehetséges, nem, ez nem lehet, hogy egy tized óra, az nem lehet, ez itt el van rontva, ez itt nap, ez itt rossz a fölirat. Nem én csináltam. De ez ilyen nappal, de ezek itt az 5 perces rezgések a napban. Ezt a képet viszont én készítettem, ez a világ legnagyobb naptávcsöve, az Angol-Ausztrál Obszervatórium 3,9 méteres távcsöve, tavaly szeptemberben, ez itt ugye 4 méter, a napot észleltem vele, napot loptam csillagot. Ugye napot az ember egy 4 méteres távcsőre nem úgy mér, hogy a nap felé fordítja, és aztán elpörzsöli a műszert. Ez itt a dél-kelet felé néz. Na most, hogyha a déli féltekén dél-kelet, az olyan, mint az északi féltekén észak-nyugat. És délután ész... Nem, bocsánat! Dél, bocsánat, de mondom, vissza. Tehát a déli féltekén dél-kelet délután az olyan, mint az északi féltekén észak-kelet délután. Tehát, magyarul a nappal ellentétes irány. Ezt akartam kinyögni. Tehát ugye a nap az erre mi felénk van, csak ezt nem lehet látni. És ugye ekkor, tavaly szeptemberben az volt a cél, hogy a napot mérik műszerek. Ugye mutattam az elején azt a nagy hálózatot. Ők egyébként a nátrium D vonalát, amitől sárga a láng, azon mérik a nap rezgéseit. A mi műszereink vasvonalakat használnak, a vasvonalak tartományában van a jódnak sok vonala, és arra voltunk kíváncsiak, hogy a csillag, naptípusú csillagok rezgéseit mérő műszerek mit látnak a napból. Ugyanazt látják-e, mint a napot mérő műszerek a Földön, amik más hullámos tartományban mérnek. Éppen ezért a égről, a kék, szép kék égről vettünk föl. Hát nem kötöbben szám, vettem föl színképeket délután 1-től délután 5-ig. És akkor aztán kezdtem a mérést este 6-kor, és ezt csináltam reggel 6-ig, és akkor mentem aludni, és aztán délre megint keltem, és ez eléggé kínos 16 órás műszakok voltak. És a lényeg az, hogy a kék ég, ugye azért kék, mert kiszóródik belőle a nem kék fény, de attól még a napszínkép vonalai láthatók a kék ég színképébe, éppen ezért ki tudtuk mérni belőle a nap rezgéseit a csillagok mérésére használt műszerekkel. Na végre! Már engem is idegesített, hogy mi a fenéért nem tudom már ezt definiálni. Milyen rezgések ezek, amiket a napban és más naptípusú csillagokban lehet megmérni ezekkel a nagyon precíz sebességmérő műszerekkel. Kétféle módusokról szokás beszélni. P módusokról, ahol a visszatérítő erő a csillag légköri nyomásából származik. Tehát ez mint ugyanolyan hanghullámok kvázi, mint amik most elhagyják a torkomat. Tehát ugye a nyomásnak egy ilyen perturbációi terjednek a csillagban. Illetve vannak G-módusok is, ahol viszont a visszatérítő erő
Ezt hívják gravitációs hullámoknak, de ezek nem azok a gravitációs hullámok. Nem a tér metrikájában ilyen végigfutó hullámok, hanem ezek csak annyi, hogy a csillag gravitációs terének a tere adja a visszaható erőt, a visszatérítő erőt, ami az egyensúlyi kitérésből visszatéríti a csillagot. Klasszikus ábra, bocsánat az angol folyamatokért, ezt a prezentációt igazából kölcsönöztem a Tim Beddingtől, ezért aztán itt-ott megmaradtak az angol folyamatok. Ugye ezeket a rezgéseket, mint minden becsületes rezgést, például a sípban rezgő levegő oszlop rezgéseit, ugye különböző állapotok jellemzik. Ugye ez az állapot, szakszóval módus, az azt mutatja meg, hogy milyen módon történik ez a rezgés. Ugye például az alapmódusnál az egész levegő oszlopban ugye terjed oda-vissza a sűrűsödés és ritkulás, vagy mondjuk egy csillag esetében az egész csillag kitágul és összehúzódik, kitágul és összehúzódik. Aztán felhang rezgéseknél van egy csomó felület, ahol nem végez a gáz rezgéseket, és a csomó felület két oldalán ellentétes fázisban megy a rezgés. Még magasabb felhangoknál még több csomó felület van, aminek össze-vissza lötyög az egész. Tehát, mint amikor az ember vesz egy nagy bödön ilyen zselatint, és belerúg egy nagyot, és akkor ezek az egész hóbele van. Ugye a nap belsejében is vannak ilyen rezgések. A P-módusokra az jellemző, hogy nem hatolnak be nagyon mélyre a csillag belsejébe, mert visszapattanak ott középen. Igazából csak így körbe-körbe mennek mondjuk a felszín alatt. Míg a G-módusok a mag körüli tartományokban jelentkeznek, és visszapattannak a konvektív zóna aljáról. Ugye emlékeztető gyanánt, mint a nap, meg és egyéb naptípusú csillagoknál is, ugye néhány jól elkülönülő zónát ismerünk a csillag belsébe. Van az energiatermelő mag, körülötte a sugárzási zóna, ahol a szegény fotonok pár százezer év alatt kiverekszik magukat a csillagmagból, és aztán jön a bugyogó levesre emlékeztető konvektív zóna, ami ugye nagy gázbuborékok fölemelkednek, lehűlnek, visszasüllyednek, fölmelegednek, fölemelkednek, fölérnek, lehűlnek, visszasüllyednek, tehát ilyen körforgás ugye a konvektív zónában. És például a G-módusok ugye nem olyan frekvenciák, hogy azok ugye visszapattannak, ők nem tudnak behatolni a konvektív zónába. Tehát P-módus és G-módus, tehát mag, sugárzási zóna és konvektív réteg, konvektív zóna. Na most jön el a nagy pillanat. A naptípusú rezgések, amiket a nap felszínén látunk ilyen hullámokat, és más csillagokban, amiket látunk, ezek a pár perces oszcillációk, ezeket a konvekció gerjeszti. Tehát ez a bugyogás, a csillagnak ez a miként ugye a forrásban levő víz, ugye bugyog a nap is, és ennek a zajszerű, ugye sztohasztikus jelenség, ugye hát mit tudom én, ugye ez a napnak egy piciny felülete, ugye a granuláció, amit látunk a napon, jó nyugodt légkör esetén, hogy a granulák azok a forró és hideg területek a konvektív zóna legtetején. Tehát igazából a granuláció az a konvektív zóna megjelenési formája kívülről nézve. És itt, ugye itt bugyog az egész, és ugye nagyon sok ugye granulációs folt a napon több millió van, és ezeknek az ilyen véletlenszerű fölle-fölle mozgása az, ami berezgeti egy rezgő haranghoz hasonlóan a napot és más csillagokat. Most ennek a sztohasztikus, véletlenszerű gerjesztésnek az a következmény, hogy a napban sok millió önálló rezgési állapot begerjed. És ugye ezek folyamatosan kihalnak és újra gerjednek. Kihalnak és újra gerjednek. Tehát jellemzően 2-3 napig él egy rezgés, aztán meghal. És akkor aztán jön egy újabb hasonló. A napkitörések maguk is tudnak gerjeszteni ilyen felületen, ilyen, lehetett látni ilyen térképeket a meteorban, és hogy jön egy napkitörés, és akkor körülött ilyen koncentrikus gyűrűk úgy szétfutnak. Ugye ezek mind-mind a napaktivitás, de elsősorban magát a napaktivitást is hajtó konvekció által gerjesztett rezgések. Ezek a naptípusú rezgések. Tehát a szoláris oszcillációk, a naptípusú rezgések, tehát álló hanghullámok, gerjesztésük forrása, a konvekció. És ugye itt mondjuk ilyen különböző rezgési állapotok, ahogy ugye bennük ugye a
gáznak a mozgása, hogy hogyan változik, milyen fázisban. Ugye ezek jellemzően nagyon magas rendű rezgések. Nem olyan egyszerűek, mint mondjuk a legelején vázoltak. Most a naptípusú rezgések legtöbbike az nem radiális rezgés. Ugye egész eddig mondtam azt, hogy kitágul és összehúzódik, mint a tüdő. Mint a tüdő a fazékból kidagadok én. Mondaná a radiális módusban rezgő csillag. De nem, ezek nem olyanok, legtöbbikük nem radiális rezgési módus, amely nem radiális rezgési módusokat ilyen felületi hullámokként lehet elképzelni, és néhány ilyen móricka ábra, hogy a néhány legalapvetőbb rezgési módust hogy kell elképzelni. Tehát tényleg veszünk egy, mondjuk fölmegyünk űrturistaként a Mir űr, nem, ami az már nincsen, mondjuk a nemzetközi űrállomásra, viszünk magunkkal egy vizet, mondjuk, egy köbdeciméter vizet, kibocsátjuk ugye a súlytalanság, akkor az ott lesz egy gömb, picit megütjük, és akkor az így fog rezegni. Például. Nos, ugye természetesen csillagoknál nem ennyire szélsőséges, mint ezen a móricka ábrán, de a lényeg az mégiscsak ez, tehát különböző nem radiális módusoknál ilyen érdekes, ugye gömbi harmonikusokkal leírhatók ezek a rezgések. Tehát ugye, mint a béka az, amikor az, amit a disznóból főznek, és a levesszerű. Mi az? Kocsonya. Ugye, mint a kocsonyában a béka ottan mozgolódik, és akkor a kocsonya maga is rezeg, mint a nyárfa levél. Nem a nyárfa levél, mint egy csillag. Tehát ugye ezek azok az alacsony rendű módusok azok, amiket meg lehet figyelni valójában. Ugye most lehetne ide, ezek ide különböző L és M, ezek ilyen kvantum számok, ne is menjünk bele, már elriasztottam vele mindenkit. Tehát ezek ugye számokkal jellemezhető rezgési állapotok, és nagyon magasabb rendűeket nem nagyon lehet megfigyelni más csillagokban, mert amikor mondjuk itt lenne ilyen 8-10 ilyen kibugyogó ilyen valami, akkor a csillag korong, amit mi látunk, azt ugye egy pontnak látjuk, egy fél korongot látunk, igazából ott kiátlagolódik a mozgás. Tehát ezek azok az alacsony rendű módusok, ahol van esély megfigyelni őket, mert nem átlagolódnak mi, ha csak felét nézzük ennek a... Ez a... Hát igen, szép. Na, mindegy. Szóval a gömbi harmonikusokból ennyi elég. Úgyhogy vissza lehet térni a már látott ábrához, ugye a nap rezgései, tehát ilyen sok millió módus, sebesség, ugye, nem tudom, mi történik kint. Ugye a sebesség az néhány méter per szekundum, és ezek ilyen felületi hullámokként elképzelhető rezgések. Na most akkor, ja igen, tudom, miért volt itt ez az ábra. Na most, hogy lehet megfogni egy ilyen adatsort? Hogy a felébe lehet ehhez valami fizikát hozzárendelni? Hát ugye az ember lát ilyen hullámzást, hát ugye az ember megnézi a Buxindexet mondjuk az elmúlt 10 évre visszamenőleg, akkor ott is ugye lehet látni ilyen hullámzást, de hát ugye abba a fizikát nem olyan könnyű belelátni. Most ugye egy egyszerű matematikai eljárás, amit sokat szoktam emlegetni, megint emlegetném, ugye a Fourier transformáció, Fourier analízis, jaj, de csúnyákat mondok. Ugye ebből az adatsorból előállítható egy diagram, nevezzük spektrumnak. Ez is spektrum, de nem olyan, mint a csillag színképe. Itt azt lehet látni, hogy milyen frekvenciájú jel, milyen súllyal vesz részt a jel kialakításában. Ugye ezek, itt frekvencia van, az ugye a periódusnak a reciproka a frekvencia. Napfizikusok, hát ugye a mondjuk például atomfizikusok ugye hullámhoz szedett hullámszámba szeretnek beszélni. És akkor nem angström, nem nanométer, hanem egy per hullámszám. Napfizikusok mikrohertzbe szeretnek beszélni. Most meg nem mondom, hogy ez milyen frekvenc, milyen periódus. Hát meg lehet mondani, mert 3000 mikrohertz az 3 millihertz, és ez itt az 5 perc. Ez itt az 5 perc, igen. Mert ugye 1440 perc egy nap, és akkor ugye a 3 az a 500-szor, 1/500-ad valóban tényleg, tehát valahogy úgy kijön. Mert 300-szor, igen, 300-szor 5 az 1500, és az egy nap. Na szóval ez itt az 5 perces oszcilláció. Most ami ugye az egészben mindjárt fölüti az ember szemét, tehát még egyszer, abból az előző jelből kiszámítható egy ilyen spektrum, ami azt mutatja, hogy milyen frekvenciájú jel, milyen súllyal
vesz részt. Most ez a spektrum itt, ez egy folyamatos adatsorból származik. Nem tudom, valaki észrevesz-e valami szabályosságot benne. Már rámutatok. Egyenletes. Egyenközű. Egyenközű, és ráadásul még ha finomabban ránézünk, akkor ilyen alsó szerkezet is van, ami mindenütt ott van. Tehát a naptípusú rezgéseknek van egy ilyen tulajdonsága, hogy a spektrum, tehát a frekvencia tart, tehát a frekvenciák, amik gerjesztődnek, azok nem véletlenszerűek, hanem nagyon szép egyenközű mintavétel, egyenközűleg jelentkeznek ezek a csúcsok. Ahol a különböző csúcsok különböző, ott az előző, ha emlékezünk azokra a rezgő tojásokra, különböző ilyen számokkal jellemezhetők. És aztán egy nagyon fontos paraméter egy naptípusú csillagnál, ez az egyenköz. Mert ennek az egyenköznek a mérték, ennek az egyenköznek az értéke, az egy az egyben a csillagmag méretével arányos. Tehát ha az ember kiméri ezt a hülye sebességgörbét, kiszámítja ezt az eloszlást, megjönnek az egyenközök, akkor az egyenköz távolságából a csillag maga adódik. Ez az elméletből következik, ugye ebben nem akarok belemenni, már másrészt, mert egyrészt ugye én sem vagyok annak teljesen szilárd talajon álló szakértője, másrészt meg ténylegesen az nem is érdekes, inkább csak az összefoglalásképpen. Tehát ez például a csillag magjáról azonnal elárul valamit. És akkor itt vannak az, hogy ha rázoomolunk, ha ránagyítunk erre az egyenközűségre, akkor itt vannak még ezek a kis kísérő szatellit csúcsok, amik szintén ilyen egyfajta egyenközűséget mutatnak, egy picin kis eltudással. Ugye ezt hívják nagy frekvencia különbségnek, ugye szép magyarság a large separation, ez meg itt a small separation, ugye a kis frekvencia távolság, ami meg a konvektív zónának a méretével arányos. Tehát pusztán ezekből a frekvencia távolság, ha jól emlékszem, pusztán ezekből a számokból már adódnak a csillag belső szerkezetét jellemző értékek. Mekkora a csillag, milyen vastag a konvekciós réteg. Engem ez egy meglepő. Számomra ez egy meglepő eredmény, mert az ember mindig olvassa, hogy igen, hát a földrengések, ezek kis hullámok, ugye a szeizmológusok, ugye a földmagját így határozzák meg, de amikor így láttam működni az egészet, akkor az úgy érdekesebb volt. Ugye ezért is hívják ezt az egészet a nap esetében helioszeizmológiának, azaz napszeizmológiának, más csillagoknál asztroszeizmológiának. Káromkodok egyet. Szeizmikus inverzió, az a minden asztroszeizmológus álma. És hát mondom, tehát ugye a csillagászok azok sokszor elszoktam, hogy ezek eléggé szélsőséges életfelfogású emberek. Tehát ugye, ha nekem ez az álom, hát jaj, Jézus Mária. Ugye a szeizmikus inverzió az micsoda? Az a frekvenciákból, a mért jelekből számíthatott frekvenciákból visszaszámítja például a csillag belsejében a hangsebesség, a lokális hangsebesség értékét. Ami ugye egy az egybe átszámítható például a sűrűség értékét. Tehát a szeizmikus inverzió a frekvencia spektrumból kiszámítani, azt, hogy milyen frekvenciák keletkeznek, kiszámítani a belső dolgokat. Például mondjuk a belső rotációt. Ugye a tahoklin, az a réteg, ugye a napnak például a forgása az ugye olyan, hogy fönn lassabb, lenn gyorsabb. Ugye differenciális rotáció van. Most ugye a tahoklin a napon belül, az a réteg, amin belül már a nap merev testként rezeg. Rezeg, franc. Forog, igen. Tehát onnantól kezdve egy nagy szilárd gömbnek képzelhető el a nap. És ez a ha átmenet a differenciálisan rotáló külső rész és a merev forgású belső rész között a tahoklin. Most ennek a például a helye, hogy hol a francban van ez, a naprezgések szeizmikus inverziójából volt kiszámítható. Tehát ezt próbálom ezeket a fókusz számára ilyen izgatottan mondani, hogy ez igazából a cél más csillagokra is. Jelenleg ez a szeizmikus inverzió nagyon kevés csillagra működik. A nagyon kevés alatt mondjuk érteni lehet 1,001-et, ahol a 1 a nap, a 001 pedig a néhány fényes csillag, amiről ezek a mérések már elvégezhetők voltak.
Na ugye most már 45 perce beszélek, sőt 50 perce beszélek, úgyhogy most már gyorsan megpróbálom befejezni. Mert ugye még mindig nem beszéltem a más Csilla, ugye az egész előadásnak a lényegéről még egy szót sem szólta. Mi a helyzet? Más naptípusú csillagokkal. De azért akartam ilyen hosszú bevezetést valójában, mert ténylegesen itt van az érdekesség. Utána most ezt alkalmazzuk néhány csillagra, az ugye érdekes, de hát attól még senki nem mászik a fal. Két óra hidri. Az első csillag, amiről szeretnék beszélni. Ugye az OpenOffice és PowerPoint inkompatibilitásából származóan ez egy béta jel. Tehát az egy béta jel akart lenni, de ebből lett két óra. Tehát valószínűleg délután 2 óra hidri. Most ő egy érdekes csillag, őt most mértük. Azért van, hogy az elején, mert ezt most mértük. Tavaly augusztus-szeptemberben, és az adatok analízise rendkívül izgalmas dolog, és most jönnek az eredmények. Ugye ez egy Hirschsprung-Russell diagram, hőmérséklet, luminozitás, itt van a nap. Három csillagról fogok beszélni mindösszesen. Alfacen A, Alfacen B és Beta Hidri. Ugye az Alfacen az a legközelebbi naptípusú csillag a nap után, sőt általában a legközelebbi csillag 4,25 fényévre. Ugye a Proxima Centauri a kettes rendszernek a harmadik tagja. Ugye az Alfacen A az a naptól egy kicsit nagyobb tömegű, kicsit fényesebb, az Alfacen B az kicsit kisebb tömegű, kicsit halványabb, mint a nap. Kiváló objektum az Alfa Centauri, mert hogy pont körbeveszik a napot. Tehát zárójelezik, hogy mondjam, ugye szép anyasa, a brekettelik őket, tehát közre fogják a napot. Tehát például amikor a tömegfüggés, luminozitásfüggés, hőmérsékletfüggés azonnal egy az egyben a nappal összehasonlítva adódik. Tehát az Alfacen A, Alfacen B, ez egy közkedvelt csillag. Másrészt pedig ugye azért is közkedvelt, mert ugye ez 0,3 magnitudó, ez 1 magnitudó, tehát ugye bazi fényesek. Tehát kimérhető eleve a rezgésük. Tehát per pillanat más csillagok naptípusú rezgéseit lehetne hívni görög csillagászatnak is. Mert a célobjektumok mindegyike görögbetűs csillag. Alfacen, Beta Hidri, Alfa valami, Alfa Cmi, ugye Prókion. Gyakorlatilag ki is fújt. De itt van, Delta, Eri, Zeta Her, Eta Bó, na ott van még a Eta is. Tehát lényeges, hogy görögbetűs, tehát mind szabadszínes fésű csak. Miért van ez? Ugye azért van, mert ez a precíz mérés, amit az exobolygósok is csinálnak, ez a jó cellás. A naptípusú rezgések esetében nem lehet nagyon hosszú. Ugye egy exobolygós, ha körgyűjti a fényt egy órán át, és akkor azt mondja, hogy jó, mértem egy órán. De mi nem mérhetünk egy órán át, mert ezek a rezgések mondjuk 5 perces oszcillált, maximum egy percig mérhetünk. És egyszerűen egy 4 méteres távcső számára egy 3 magnitudós csillag az halvány. Egy 8 méteres távcső számára egy 5 magnitudós csillag az halvány. Mert nem lehet olyan hosszú ideig mérni, hogy ki lehessen mérni magát a rezgést. Tehát nem véletlen, hogy ténylegesen a jelenlegi műszerekkel gyakorlatilag ezek a görögbetűs csillagok érhetők el, ám ezekből is fantasztikus asztrofizika derül ki. Beta Hidri, ezt most mértük. Angol-Ausztrál Obszervatórium a 12 éjszakát töltöttem augusztus-szeptemberben. Itt még egy korábbi adatsornál lehet látni, ez egy 2001-es mérés sor, ahol itt ugye zajnak látszik, de igazából, hogyha megnézi az ember a frekvenciákat, akkor itt van egy ilyen banda, ami pontosan azt mutatja, amit vár az ember. Ezek az új adatok, ezt a részt itt ne nézzük, a vonalat ne nézzük, hanem itt a pontok, ezek a friss mérések a Beta Hidrire. Ami igazából még, hát igazából nincs is itt eredmény, itt még nincs is itt eredmény igazából, ez most születik. Annyi azonban látszik, hogy körülbelül egy ilyen 40 különálló módust sikerült azonosítanunk, és ez a szép egyen közű szerkezet, ez kitűnt, ez előtűnt. Na most, mint a következő példában, mint a Beta Hidrinél is, két helyről történtek mérések, Ausztráliából és Chiléből. A Beta Hidri esetében a 3,6 méteres ESO teleszkóppal. Egy óra, Centauri.
A, hogy az előbb 2 óra volt, most 1 óra, ez itt az alfa jel. Hát ugye alfa az 1 órakor van, béta az 2 órakor, aztán gamma az 3 órakor. Szóval Alfa Centauri A, ugye ez a naptól egy kicsit fényesebb, kicsit nagyobb tömegű, ilyen 1/10 naptömeggel, kicsit nehezebb, mint a nap. Ami érdekes benne, olyan tömegű már a csillag maga, hogy a magja az lehetséges, hogy konvektív. Tehát, hogy maga a nap, maga a csillagnak a magja is butyog. Ez különbözik, a napunknál ilyen nincsen. Tehát az, itt erre vannak ilyen érdekes dolgok. Ugye az ausztrál zászlón is rajta van, a dél keresztje, és akkor balra lent az az Alfa Centauri. Ugye ezt az Alfa Centauri ugye 2-es csillag, a fényesebb az A jelű komponens, ez 2001-ben mérte az ausztrál-dán kutatócsoport, akkor még nem voltam köztük. Azt az angol-ausztrállal mérték, a ACLESS spektrográffal, illetve a VLT-nek itt a UVS spektrográffal. Tehát ténylegesen 4 méter és 8 méter, tehát 12 méternyi távcső gyűjtötte a fényt. És például mondjuk, ez mind a mai napig, ez a legprecízebb mérés más csillagról és nem a napról. Ugye itt ez az alfa jel továbbra is, Alfa Centauri A, ez a VLT-vel. Ugye azért egy magnitudós csillag már a 8 méteresnek azért kicsit fényes, úgyhogy 3 másodperces expozíciókkal történt a mérés, és akkor itt lehet látni ezt a rezgést, ténylegesen magát a rezgést. Ugye egyedi pontoknak a mérési pontossága, amit sikerült elérni, ezt 3 éve publikálták, 50-70 cm per szekundum. Tehát maga azt, hogy, na most még ez nem is a lényeg, hanem igazából utána a frekvencia spektrumban, itt van szépen az egyen közű frekvencia csúcsok, a zajszint az olyan picike, hogy ha van egy periódikus jel 5 cm per szekundummal, az kimutatható. Tehát magyarul van egy módus, ami 5 cm, tehát így mozog az Alfa Centauri, azt már ki tudtuk mutatni. Hát ez igen, tehát ez egy olyan dolog, aminek az ember nagyon örül, és itt lehet látni, hogy ügyes adatfeldolgozással ezt a 2 évvel ezelőtt publikálták, hát publikáltuk, ugye szépen lehet látni az egyen közű szerkezetet. És akkor ebből ugye kijöttek konkrét értékek, ami már tényleg olyan szám részeredmény, ami most minket hirtelen nem érdekel. Ugye, ugye 1 óra Centauri B, ugye az Alfa Centauri B komponense. Ugye az Alfa Centauri még annyit, hogy ez az egész ég volt szerintem legszebb 2-es csillaga. Hát ugye egy 0,3 magnitudós, egy 0 magnitudós, meg egy 1 magnitudós csillag 12 ívmásodpercre. Tehát mondjuk az Albireo szögtávolságának a harmadára. Egy 0 magnitudós, meg egy 1 magnitudós csillag. Bazió. Most ugye a B komponens, ezt büszkébben mutatom, mert ezt 3 évvel ezelőtt én mértem, ezt tavaly publikált, tavaly decemberben jelent meg a cikk. Összetéve ugye megint csak látszik ugye ez a szerkezet, nagyon örülünk. Most, hogy ugye ez egy kis tömpe csillag, ilyen tömpike. Tehát az Alfa Centauri az kicsit nagyobb, mint a nap, az Alfa Centauri B, az Alfa Centauri A, az Alfa Centauri B az egy picikét ilyen tömpibb, ezért aztán a rezgések ugyanolyan skálán ábrázva nagyon parányak. Ténylegesen, ugye most ugyanolyan skálán van a kettő, az Alfa Centauri A rezgése, meg az Alfa Centauri B rezgései, de lehet látni azért ennek sokkal-sokkal kisebbek a rezgések, és itt is föltűnt. Bár azért itt azért eléggé, szóval igen, tehát van ott egy-kettő hiány, ahol nem látjuk ezt a ismétlődő szerkezetet a frekvencia spektrumban. És itt lehet látni, hogy az Alfa Centauri A, a nap, és az Alfa Centauri B ténylegesen közre fogják a napot, ahogy várjuk a tömegekből is származóan. És mindez azért érdekes magánál a bétahidrinél és magánál az alfacenánál, alfacenbénél is, hogy ezek az információk, ezek a szeizmikus információk rendkívül erős megkötéseket tesznek például az ezekre a csillagokra vonatkozó fejlődési modellekre. Tehát ki lehet számolni azt, hogy mondjuk egy csillag hogy fejlődjön, hogy oda jusson, amit ma látunk. És ennek a fejlődésnek a modellezésében vannak olyan paraméterek, amiket ki lehet zárni ezekkel az információkkal, ezekkel a plusz információkkal. Tehát ténylegesen egy alapvető asztrofizika, tehát tényleg egy fundamentális asztrofizika művelhető. Utolsó szekció, ez most már nagyon gyors lesz.
Ugye oszcillációk, naptípusú oszcillációk az űrből, itt néhány program, ami még pár évvel ezelőtt a kevésbé perverz asztroszeizmológusok álmaiban szerepeltek. Tehát nem a szeizmikus inverzióról álmodók, hanem a űrbéli mérőműszerekről álmodók. Ugye Mons, Fire, Most, Coro, Kepler, Eddington, ezek közül néhányról pár szó. Egy nagyon sikeres műszer, a Wire, ami igazából egy totális kudarc. Na most ugye ez egy látszólagos önellentmondás, de valójában nem az. Ugye a Wire az a Wide Field Infrared Explorer, ez a nagy bazi nagy valami. Ez egy olyan infravörös távcső lett volna, ami hát valószínűleg a Spitzer előtt forradalmasította volna az infravörös csillagászatot, ha a folyékony hélium tartalma ki nem lyukad, és el nem folyik az egész rögtön a föllövés után. Tehát azzal azonnal fölmelegedett az egész. Viszont ennek a nagy kódszerájának itt ez a picike kis eszköze, ez egy teleobjektív, aminek a fókuszában egy CCD kamera van. A Wire szonda mind a mai napig működik. Most per pillanat egy afroamerikai gimnázium által elnyert pályázati pénzből fizetve pár embert, aki futtatja az egészet, mert ilyen kisebbségi fölzárkóztatás címszón Amerikában ilyen szondák működtetésére adnak pénzt. Na mindegy. De a lényeg az, hogy ez a kis eszköz itt rajta, ez egy CCD kamera, amivel mérni lehet, nagyon pontosan, mivel az űrből van, nincsen szintilláció, nincs extinkció a földi légkörben, és bizonyos csillagoknál ezzel sikerült kimutatni fényességváltozásból napszerű rezgéseket. Például mondjuk ezzel sikerült megmutatni, ami már nem napszerű rezgés, hogy az Alfa Aquillae, az Altair, az egy Delta Scuti típusú pulzáló csillag, 3000 magnitudós amplitudóval. Tehát az Altair fényessége 3000 magnitudónyit oszcillál, mert rezeg. Hát ugye az nem egy nagy változás. Tehát ne rohanjunk ki a binoklival, hogy ezt megnézzük, mert nem fogjuk látni. Akkor az Arcturusról, szintén ezzel a távcsővel sikerült kimutatni, ezzel a kis teleobjektívvel a nagy távcső hasán, hogy az is valamiféle oszcillációkat végez három napos periódussal. Szóval egy érdekes kis műszer, és még előre látható, egy darabig működni fog. Ez itt most nem sikerült úgy, ahogy lett volna eredetileg. Volt egy ausztrál-dán terv, MONS, Measuring Oscillations of Nearby Stars, közeli csillagok oszcillációk mérése. Tehát ez két lépésre költve, hogy kijön, mert ilyen szép tervek, és aztán ez itt megjelenik rajta, ezt lefújták, nem volt rá pénz. Viszont amire volt pénz, ez a boldog ember itt, Jamie Matthews, aki a MOST, ugye a Microvariability and Oscillation of Stars, tehát mikrovariabilitás, mikrováltozások és rezgések csillagokban című koffer méretű, tehát nem koffer, koffer méretű űrtávcsőnek a vezéregyéniség. Ez itt látható, ez egy kanadai, amerikai, talán van benne némi európai hozzájárulás is, ez egy kis picike távcsövecske, azt hiszem 10 centis. 10 centis távcső, föld körül kering, és olyan pályán kering, hogy egy adott objektumot olyan 130 napig talán tud követni folyamatosan. De úgyhogy folyamatosan. Tehát olyan pályán mozog, hogy úgy valahogy, tehát nem nyugszik le a csillag a föld által, tehát nincs geocsillagfedés, hanem ő méri mondjuk 3 hónapig, ilyen jellemzően 95-97%-os lefedettséggel. Tehát nincsenek űrök. És ezzel is mértek ki egy csomó dolgot. Vannak viták, hogy mit, hogy sikert kérni, de az kétségtelen, hogy ez a műszer, ez a koffer, kicsit nagyobb koffer méretű eszköz, ez egy nagyon sikeres asztroszeizmológiai távcső, és jelenleg is működik. Coro említésre méltó, ugye ennek magyar vonzatai is vannak, ugye például Paparó Margit, ugye a MTR Csillagászati Kutatóintézet munkatársa a Coro projekthez egész komolyan társult, ezt idén fogják föllőni, és itt is ugye exobolygó fedések és rezgések, mások rezgéseinek mérése lesz. Tehát Eddington, itt is két lépésben kellett volna, hogy megjelenjen, ez egy nagyon-nagyon spéci műszer lett volna, de mivel lelőtték, mármint hogy szóval a programot lelőtték, nem a fellövés utána mondjuk a kínaiak, ezért aztán nem is érdemes rá több szót veszteni. És még ami egy
fontos műszer lesz, az a Kepler. 2008-ban várható a föllövése, és a Cygnusban, ott a gamma ciktű jobbra főfelé, hogyha észak van fölfelé, tehát egy kicsit ott úgy, mielőtt azt mondja, arra van kelet, akkor nyugat, tehát egy picit olyan kelet nyugatra a gamma cignitől, tehát a Cygnus keresztül egy kicsit ott jobbra, fog egy 10x10 fokos, tehát 100 négyzetfokos területet 3 évig talán folyamatosan mérni. Tehát nem néz sehova máshova, csak oda, és folyamatosan készít képeket, CCD képeket, és ugye a cél az a föld típusú bolygók fedéseinek kimutatása. Tehát keresnek egy olyan csillagot, ahol lesznek ilyen kis elhalványodások, amit földméretű bolygók okozhatnak, ha csak lehet egy éves periódussal, ha csak lehet egy csillagászati egység távolságban, ha csak lehet egy földtömegű bolygó, hát ott van ugye egy kis zöld emberke. Na most ennek egy olyan mellékterméke lesz, hogy ebben a 100 négyzetfokban a csillagok ezreit, tízezreit fogja mérni folyamatosan. Tehát a rezgések, például a naptípusú rezgések fényesség változásai is várhatóan kimérhetők lesznek. Ez egyetlen egy olyan nagy látószögű képeket fog csinálni. Így van, így van. Aztán utána, hogyha még a program meg lesz hosszú, akkor esetleg más, de nem akarnak elmenni onnan, mert ha pont akkor történik az a fránya fedés, akkor elmarad. Tehát azt fogják mérni folyamatosan. És hát ugye a jövő, ez már az utolsó fólya, és elnézést kérek, több mint egy órán át locsogtam, ennyit nem akartam valójában. Ugye ami a jövő, ami jelenleg is zajlik, hát ugye a jövő az egy dinamikusan változik, és hát mint ismert a magyar belpolitikában, a jövő már elkezdődött. Ugye koordinált kampányok, ugye a fő műszerek ezeknél ebben a témában gyakorlatilag 3 fő műszerről lehet beszélni, az angol-ausztrál teleszkópról, ami ugye 4 méteres, 3,9 méteres, a HARPS, a svájci műszer egy 3,6 méteres távcsőben, és hát maga a VLT, egyik 8,2-es VLT-vel az ember mindig jól jár. Akkor ugye vannak az űrmissziók, ugye az űrprogramok, amelyek fognak mindenféléket mérni. Egy érdekes terv körvonalazódik tavaly óta, amiben valószínűleg mi is részt fogunk venni, a mi alatt a Sydney Egyetemet értem. Kis távcsövekből, ilyen 40-60 cm-es távcsövekből, SONG Project, Stellar Oscillations Around the Globe, de akkor hogy került oda az N? Around the Globe, tehát a Föld körüli napra csillagrezgések. Ez egy kis robot távcsövek, amelyek spektroszkópokkal lennének felszerelve, nagyon pontos, és ami ettől sokkal fontosabb, nagyon jó áteresztő képességű spektroszkópokkal felszerelve. Vannak ilyen szimulációk, optikai szimulációk, ami szerint, amit az angol-ausztrállal meg lehet csinálni, azt egy nagyon ügyesen megtervezett spektrográfról egy 60 centis távcső is tudja. A kutya ott van elásva, az ebb ott van elhantolva, a köhögő ördög ott, a beteg ördög ott köhög ránk, hogy ezek a nagy spektrográfok nagyon rossz fényáteresztések, alig pár százalék, 2-3%. Mert ilyen tükör, amolyan rács, ilyen szűrő, amolyan vicek, vacok, tehát nagyon sok fény elveszik. De ha az ember ügyesen megcsinálja, akkor 60%-os áteresztő képesség, a spektrográf áteresztő képesség elérhető, azt állítja néhány. Nagyon okos, tőlem sokkal okosabb ember, én egyre hiszek nekik. Aztán szintén tervezett az Antarktisz. Az Antarktisz az egy jó hely, nem csak azért, mert hideg, de vannak olyan helyek rajta, ahol mondjuk nagyon jók a csillagászati megfelelési körülmények, mondjuk 3000 méter magas fennsík, ahol, hogy is van, azt hiszem, hogy 100 kilométeren belül, 4 méteren belül marad a felszín síktól való eltérése. Ez a Dome C nevű, a C-Dome nevű hely. Ami ráadásul egy ilyen kimagaslás, ezért azt a levegő lefolyik róla. Nincs szél soha, és mondjuk ilyen 17 méter magasban az átlagos csillagkorong mérő, átmérő a seeing, az olyan 2-3 tized ív másodperc. Csak hát mondjuk télen mondjuk mínusz 60 fok van, tehát vannak negatív aspektusok is. De potenciálisan, na most nem olyan nagyon negatív, ott már vannak távcsövek, csak még ilyen kis picik. És nagyon, nagyon aktívan, tehát az ausztrál csillagászok nagy álma, az nem a szeizmikus inverzió, meg a nem tudom mi, amit mondtam még, hanem egy 2 méteres távcső ott.
Mert azzal ténylegesen, mintha űrtáv, szinte mintha űrtávcső lenne. Na mindegy. És hát a lényeg, izgalmas új eredmények várhatók. Köszönöm a figyelmet. Ha van kérdés, akkor megpróbálok rá válaszolni. Nem biztos, hogy tudok. Látom, mindent elmondtam. Jó, hát ha nincs konkrét kérdés, utána is meg lehet kérdezni, akkor tényleg köszönöm a figyelmet, és akkor ezzel véget ért a Móka mára, zárul Miki Móka tára. Jó, köszönöm. Helyes írást. Nem lenne kérdésem. Hogy lehet kimérni, hogyha egy atomnyi mozdul el egy szintén vonal? Hát ugye az volt a lényege az egésznek, hogy ott van az a sok jód vonal, az iszonyatosan fontos. Annak köszönhető, hogy sok ezer jód vonal van, nagyon pontos a hullámhoz kalibráció, és magát a sebességet nem egy vonal alapján mérjük ki, hanem átlagolunk körülbelül egy olyan 1000 szintén vonalat. Tehát mondjuk az egyiknél van valamekkora pontosság. Nem mozdul el egy pixelnyit a... Nem mozdul el. Átlagosan nem mozdul el, tehát a pixelnek... Ott van a pixelen. Gyakorlatilag ott van a pixelen, hát ilyen pár század pixelnyit változik. Ugye a hagyományos méréseknél, mint az asztrometriánál, amikor az ember csinál csillagokról képet, távcsővel, piszkéstető mondjuk, akkor a csillagkorongnak a közepe, az kimérhetően durván 10 pixel. Pixel képelem tizednyire ki lehet. Mert olyan, hát ugye az ember azért, hogyha van sok pixel, akkor annak az alakja elárulja, hogy valójában hol van a tényleges között. Mert nem egy pixelből áll az egész. Ugye az a spektrumvonal is ugye sok pixelből áll, és mindegyikre kapjuk valamiféle eltolódást. Nem is csak, hogy sok száz vonalat átlagolunk, hát egy-egy vonal is sok-sok pixelből áll, aminek a egyedi eltolódásait mérjük. Bonyolult. Tehát nem véletlen, hogy gyakorlatilag 3 ember van a világon, aki ezt meg tudja csinálni. De mivel ezek egymástól függetlenül csinálták meg, és eredményeik alá támasztják egymást, ezért aztán én ezt kikapcsolnám, ha lehet. Ez nem volt jó, nem mindegy. Szóval ezért aztán, mivel egymástól függetlenül kidolgozott rendszerek alá támasztják egymás méréseit, ezért aztán lehet tudni, hogy tényleg hihetünk nekik. Az eredmények magukért beszélnek. Köszönöm.